Március elején ismét változtattak a földhasználatra vonatkozó bejelentési kötelezettségen. Ezen túl a zárt kerti fekvési földek tulajdonosainak nem kell bejelenteni földhasználatukat az illetékes földhivataloknál. Az országgyűlés egy módosító indítványt tárgyal a földtörvény kapcsán. Ez a módosító indítvány arról szól, hogy a zárt kerti ingatlan tulajdonosokat mentesíti a földhasználati bejelentés alól. Vagyis, aki tulajdonosa egy zárt kerti ingatlannak, neki nem kell bejelentenie a földhasználatát. A földhasználati bejelentést a február 27-i változások szerint április 30-ig lehet megtenni. Továbbá a földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj és illetékfizetési kötelezettség alól. A földhasználati bejelentésre vonatkozó szabály hátterét az 1994. évi 55-ös törvény foglalja írásba. Aki esetleg a 2013 évi 6. törvény, vagyis az említett változások életbe lépése előtt fizetett a nyilvántartási eljárásért, annak a szolgáltatási díjat visszatérítik. Tehát 2013. január 1-től a változás az 1 hektár alatti területeket érinti elsősorban, ugyanis ezt a határt, ezt az 1 hektáros határt eltörölték. Tehát 2013. január 1-től mindenkinek, akinek termőföldje van, beleértve a külterületi szántókat, rétet, nádas gyümölcsöst és az zárt kerteket, be kell jelenteni földhasználat szempontjából. A földhasználati bejelentésnek a célja az, hogy mindenkor ismerjük, hogy mely területet kihasznál, és a rá vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tudja érvényesíteni az állam. Tehát akkor mondjuk pontosan még egyszer, hogy ki az, akinek be kell jelenteni a földhasználatot, és mekkora az a minimum terület, amit már be kell jelenteni? Jó, tehát általános szabály, hogy a mindenkori földhasználónak kell bejelentenie. E szabály alól ugye az a kivétel, hogyha nincs kifejezett szerződéses viszonyon alapuló földhasználó, hanem a tulajdonos önmaga használja a saját területét, akkor ebben az esetben ő tekinthető földhasználónak, és a méretről pedig az az általános szabály, hogy minden mezőgazdasági, tehát itt minden termőföldet be kell jelenteni méretnagyságtól függetlenül. A termőföldről szóló törvény értelmében termőföld az a földrészlet, amelyet a település külterületén szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas, erdő, fásított terület vagy halastóként tartanak nyilván. Fontos kiemelni, hogy itt nem tulajdonviszonyokat érintő kérdésről van szó, tehát nem a tulajdonviszonyt érinti ez a dolog, hanem azt, hogy tulajdonképpen ki használja azt a földet. Ez lehet a tulajdonos, zárt kertek esetében, többségében tulajdonosokról van szó, nagyobb termőföldek esetében pedig valamilyen gazdálkodó szervezet, aki haszonbérlet formájában használja ezt a földet. Meddig lehet ezt az adatszolgáltatást megtenni, és hogyan? Február 27-én változtak a szabályok, ez alapján április 30-áig kell bejelenteni a földhasználatot. Ennek a módja pedig, hogy egy földhasználati bejelentési adatlap nevű nyomtatványt kell kitölteni, amelyen szerepeltetni kell a földhasználó adatait, a termőföld adatait és egyéb adatokat. Ez a bejelentés, ez illetékköteles-e? Nem. Ezt a február 27-i döntés szintén eltörölte, vagyis a földhasználati bejelentés illeték és díjmentes visszamenőleg január 1-ig visszamenően. Ilyen adatlapokat hol talál az ügyfél? Ilyen adatlapokat földhivataloknál lehet kérni nyomtatott formában, de ugyanakkor letölthető az internetről is, mégpedig a földhivatalok honlapjáról legegyszerűbben, ez pedig a www.földhivatal.hu honlap. Hogyha az ügyfélnek már megvan az adatlapja, a további ügyintézés hogyan folyik és milyen gyorsasággal? Két út van a bejelentési kötelezettséget megtenni. Az egyik, hogy az ügyfél minden adatát ismeri, otthon kitölti az űrlapot, és mivel díj és illetékmentes az eljárás, ezért postára adja és beküldi hozzánk ide a földhivatalba. A másik út, hogy itt a földhivatalban az ügyintézők számára leadja ezt az adatlapot, és itt kaphat segítséget ahhoz, egyrészt a kitöltéshez, másrészt ahhoz, hogy megismerje a saját adatait. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyon sokan
nincsenek tisztában a saját tulajdonukkal, és rengeteg kérdéssel árasztják el a földhivatali ügyintézőinket. Tehát én azt tudnám javasolni, hogy mindenki otthon az rendelkezésre álló papírok alapján minél több információt szerezzen be, mert akkor sokkal gyorsabb és gördülékenyebb tud lenni itt az ügyintézés, és nem vesz annyi időt igénybe. Milyen tapasztalataik vannak? Tudják az emberek, ismerik ezt a szabályt? Igen, a sajtó nyilvánosságnak köszönhetően egyre többen tudják ezt a szabályt, sőt egymástól is hallják, szomszédtól, ismerőstől, rokontól. Ami a tapasztalatunk nekünk, hogy sokan nem tudják, hogy hol van a földterületük, nem ismerik a helyrajzi számot, nem tudják, hogy bejelentés kötelezett-e vagy sem. Hát ebben kellene segítség a részükre. Én azt javaslom, hogy mindenki keresse elő a földhivatali lapokat, vagy a hagyatékeljárásról szóló papírt, hogy mindenféleképp próbálja megszerezni a tulajdonának az adatait. Elsősorban a helyrajzi számát, de a méretét, az aranykorona értékét és egyéb adatait. Mi történik akkor, hogyha nem történik meg ez az adatszolgáltatás? A jogszabály értelmében, ha valaki elmulasztja a földhasználati bejelentését, akkor bírsággal sújtható. Miért fontos a lakosságnak, hogy megtegye ezt a bejelentési kötelezettségét? Hát egy nagy előnye már most látható, hiszen nagyon sokan nem voltak tisztában azzal, hogy hol van földterületük, az mekkora, ki használja. Most ezzel a bejelentéssel tulajdonképpen mindenki felméri a saját tulajdonát, és tisztába kerül ezzel. Ezen kívül kiemelhető még az is, hogyha a tulajdonból, földhasználatból fakadóan bármiféle előnyt, jogot, esetlegesen támogatást élvez, akkor ehhez most már az egységes nyilvántartás alapján hozzá tud jutni az állampolgár. Mit tegyenek abban az esetben, hogyha egy földtulajdon több embernek a nevén van, ki jelentse be? Hát itt ketté választanám a kérdést, ugye a kicsi zárt kertek esetében, ahol tulajdonképpen férj, feleség, tehát valamiféle rokoni kapcsolatban állnak, akár kettő, akár több tulajdonos esetében. Számukra javasoljuk azt, hogy egy földhasználó legyen, jelentse be az egész területet, és szívességi földhasználatként a többiek az ő részüket adják át az ő részére földhasználatként, mert egyébként megosztási rajzot, vázlatot kellene készíteniük arról, hogy melyik részt kihasználja. És a kérdés második felére, tehát a kérdésre a másik válasz, hogyha nagyobb területet érint a tulajdonlás, tehát többen vannak tulajdonosok mondjuk egy külterületi szántó esetében, itt a jogszabály egyértelműen egy megosztási vázrajzot ír elő, tehát amikor el kell készíteni, hogy melyik részt tulajdonképpen pontosan kihasználja. A földhivatal munkatársai arra kérik a tisztelt lakosságot, hogy az ügyintézés meggyorsítása érdekében a földhasználati bejelentési adatlapon szereplő adatokat még otthon töltsék ki lehetőség szerint. Természetesen a használt földterületre vonatkozó adatok kikeresésében szükség esetén segítenek. A bejelentési adatlap helyes kitöltéséhez segítséget nyújt még a földhivatal online kitöltő programja is. Az elkészült adatlapot postai úton is eljuttathatják az illetékes földhivatalhoz.